Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Zalaegerszegen. A dharmabeszéd kezdetén mondjuk el az Om Nám mantrát közösen, 7-szer. Szépen. Mennyire hiszed el, amit gondolsz? Ha tisztán gondolkodsz, elhiheted egy kicsit. Hogyha nem gondolkodsz tisztán, egyáltalán nem hiheted el, ami az elmédben van. Régebben az IQ volt az, ami nagyon fontos volt. Ilyen ábrákat, különböző feladatokat kellett megoldani, kitölteni, és magas IQ, fantasztikus, jó. Minden rendben van. Magas állás, magas fizetés. Dőlnek az érmek, az elismerések. Aztán pár évtized után rájöttünk, hogy az EQ nélkül az nem megy. Tehát az érzelmi intelligencia az az, ami mostanáig nagyon-nagyon feltört és az IQ nyomába ered, sőt, meg is haladta azt, mert hogyha te okos vagy, de érzelmileg nem vagy intelligens, akkor bizony a társkapcsolataid azok szenvednek. Nézzük meg, hogy az IQ-val mi járt. Elképesztő okosság, és hogyha túlhajtod, akkor magány. A gondolataid nagyon specifikusak. Csak te vagy olyan okos, mint te. Senki más nem olyan okos, mint te. És ezt az okosságot, hogyha följebb és följebb és följebb viszed, akkor elképesztő IQ-d lesz, és egyre inkább elmagányosodsz, mert minden más ember az kevésbé legyen okos, mint én. Innentől kezdve egyenes volt az út a rendkívül specifikus, gondolkodású, jóképességű emberek elszigeteltségéig. Itt már az intellektuális büszkeség az együttműködés rovására ment. Nagyon kevés társa volt intellektuálisan a szuperokos és szuperintelligens embereknek. És az EQ-val, az érzelmi intelligenciával egyszer csak kinyílt a szívcsakrád, miután a homlokcsakra nagyon kifáradt, és hirtelen a magadba tartott gondolatok helyett a kinyilvánított érzelmeké lett a tér. Ezt is gyakoroljuk egy pár évtizeden. Ez már azért kapcsolatot feltételez. Tehát az EQ az nagyon-nagyon ritkán marad magában, hiszen érez valamit. Legalább egy bogár felé, vagy egy átszaladó macska felé, egy nyuszi, uram, bocsánat, egy ember felé. És ez az EQ, ez egy nagyon érdekes dolog, mert elkezd a lélek egy másik lelket keresni. Az érzelmek nehezebbek, forróbbak, fajsúlyosabbak, mint a gondolatok. És innentől kezdve az érzelmi intelligenciáról úgy derült ki, hogy hát az nagyon jó. Az inkább társas, egy kicsit úgy ébren tartja a lelket. Aztán megismertük azt, hogy milyen elképesztő szélsőséges érzelmekkel, szeretettel, gyűlölettel tudunk bírni, és ezeket nagyon gyorsan tudjuk váltani. Tehát az EQ sem volt éppen elég, és mostanában, hogyha megfigyeled az uralkodó trendeket,
Jött az SQ, a spirituális kóciens. Ez már nem a homlokcsakra vagy a szívcsakra, hanem bizony mondjuk a tantien vagy más iskolákban a koronacsakra. Mennyire vagy spirituálisan intelligens? Ehhez már valami nagyon más kell, mint a puszta okosság vagy érzelmesség. Az okossággal egyedül maradsz, az érzelmekkel jó pár társat tudsz, barátot tudsz gyűjteni, de az SQ-val egyé tudsz válni a világgal. Egyé tudsz válni minden ember lényegével. Sung San Zen-mester mondta, ha gondolkodsz, a te tudatod és az én tudatom külön válik. Ha visszatérsz a gondolkodás elé, akkor a te tudatod, az én tudatom mindegyé válik. Az összes érző lény tudata egyé válik. És igazából ez az egyéváltság az, ami az utolsó félelmet is megnyugtatja. Az egyéválás akkor következik be, amikor az utolsó hamis azonosulás is megszűnik. Amikor megszűnsz azonosulni a karmáddal, akkor az egyéválás bekövetkezik. Tehát nincs más feladat, legalábbis a zenben nincs, mint hogy elfoglald azt a helyet belül is, kívül is, ahol te nem mozdulsz. Nem mozduló test, nem mozduló beszéd, és nem mozduló elme. Ekkor a tudat letisztul. Ezt a letisztult tudatot keressük, de hogyha az IQ elborít, akkor csak okos leszel, és könyveket falsz, meg elemzel, dolgozatot írsz, elmész tanfolyamokra, iskolákba, és még okosabb leszel, és egyre kevésbé tudod félrerakni a gondolataidat. Ha az EQ elborítja, akkor az együttérzés minden lény iránt. Ez egy magasrendű érzelemtípus. Ez fog uralkodni rajtad. Aztán a saját érzelmi maradványkarmád is megjelenik. Hullám hegy, hullám völgy, a színuszgörbe tetején, utána az alján. És látható az, hogy ezzel nem oldódnak meg a problémák. Amikor a nem mozduló tudatot tapasztalod, akkor bármilyen karma jöhet, a tiszta tér és tiszta tükör tudatállapotában a letisztulás bekövetkezik. Itt nyugaton mindig be akarunk emelni valami újat a tudat folyamba. Keleten inkább kirakjuk. Kirakjuk mindazt, amit addig azonosságként viseltünk. A nyugati elme nagyon fél attól, hogy az önazonosságát elveszíti. Valójában az önképhez való ragaszkodás az önazonosság elvesztése. Hát visszatérni ahhoz a tudathoz, amely olyan, mint a csepp az óceánban, a csepp és az óceán egyszerre, ezt az elme nem tudja fölfogni, sem IQ-val, egy picit EQ-val. De a spirituális tapasztalás az keleten sokkal egyszerűbb, sokkal tisztább, mint nyugaton. Nagyon túl tudjuk bonyolítani ezt itt. Teológiát, buddhológiát, jogafilozófiát, egyebeket tudunk rágyártani arra, ami eredetileg egyszerű és tiszta. És pont ez a túlgondolt természete a valóságnak, ez az, ami az út végtelenségét vetíti eléd. Hogy soha nincs vége. Valójában az út nem arról szól, hogy te A-városból, B-városba, szamszárából, nirvánába eljuss. Ez a kontinuitás, ez a linearitás, ez az elmének a látszattevékenysége. Valójában folyamatosan vissza kell térni ebbe a pillanatba. Te ne menjél sehova. Itt vagy jól, ahol vagy. Ebben a pillanatban, ezen a helyen. Itt tessék összeszedni magadat. Nem kell eljutni valahova oda, meg akkor. Tessék szíves itt lenni, ezen a helyen, ebben a pillanatban. Semmi másra nincs szükség. Tehát az út az folyamatos visszatérés ide, nem pedig eljutás valahova. Hiszen akkor állandóan úgy viselkednénk, mint az okos kocsis, aki nem üti a lovakat, hanem az ustornak a végén egy nagy csomag répát belógat a pacik elé,
A pacik elindulnak, mert el szeretnék érni a répát. És viszik magukkal a kocsist, az ostort és a répát is, és soha nem érik el. Ha a ló lenne olyan intelligens, hogy hátranézne a kocsisra, és azt mondaná, hogy Józsi, elég volt, ne csalogassát engem itt a répával. A lóságom az nem répa függő. Jó? Tehát ez nagyon fontos. A ló nem attól ló, hogy répát tesznek az orra elé. Te nem attól haladsz az úton, hogy valaki kitűzött neked valami névhez és formához köthető célt, amiben te engedelmesen hiszel, és követed, mint mondjuk a megvilágosodás, vagy a megszabadulás, vagy a felébredés. Ezeket felejtsd el úgy, ahogy van. Ezek répák az ústor végén. Eredetileg arra van szükség, ami benned most figyel. Ami lát a szemeddel, hall a füleddel, érez a szíveddel, gondolkodik az elméddel. Ez már megvan. Ez a te emberséged. Ez az emberi természeted. Ez az az igazi önvalónk, amit folyamatosan összetévesztünk az egoitásunkkal. Hát hogy ne? Hát azért a nyugat még mindig egy olyan latin fordítás bűvkörében, hogy ego sum via veritas et vita. Hát hogy ne cserélnénk ezzel össze? És itt elkövetjük a legnagyobb hibát, amelyből a legnagyobb lehetőség származik. A lehetőség az, hogy az énség illúziójából felébredünk. Ha ezt nem tesszük, és az énség fogalma letisztázatlan marad, akkor elképesztő dolgokat tudunk elkövetni egymással a saját vélelmezett identitásunk nevében. Ezt látjuk. Nem is messze tőlünk. De mindig is látható volt, néhányszor enyhébb, néhányszor erősebb változatban, az egyénen belül, amikor az identitásaid, az önképeid vitatkoznak egymással, párkapcsolatban, akkor mindig a másiknak van igaza, úgy tűnik, hol te vagy az, aki vitatkozol. Családban, ugye, és csoportban, társadalomban. Tehát valójában az összes önkép teremtett. Nem mondanám hamisnak, vagy igaznak, hiszen valamilyen személyiségképpen rendelkezel. Hogy gondolkodsz? Milyen érzelmeket formálsz? Mit beszélsz? Mit teszel? Mit gondoltatsz a másik emberrel? Mit éreztetsz a másik emberrel? Mit mondatsz ki a másik emberrel? Mit tétetsz meg? Mire bírod rá a másik embert? Nézd meg ezt a 2x4-est. Ebből azért összeáll, hogy ki vagy. Még akkor is, hogyha néha nagyon nehéz látni, vagy kínos. Tehát a vélt önképek helyett a valós karmát kellene észrevennünk, és azt művelnünk helyesen. És ez az irány tényleg az, hogy ébredj föl és segíts másokon. Csak ezt mindig valahol ott és akkor képzeljük el. Más helyre és más időbe tesszük ahelyett, hogy ebben a pillanatban vennénk észre, hogy valójában milyen helyzetben vagyunk, milyen kapcsolatban vagyunk, és hogyan működünk. Nagyon sokszor szoktunk könnyű megoldásokat keresni, különösen manapság. Nekem erre nincs időm. El kell ide jönni, vagy el kell menni a templomba, hogyha akarok gyakorolni. Nekem van egy külön életvitelem, abba ezt hogyan illesztem be. Az igazi kérdés az, hogy te mennyire szeretnél minőségi tudatot. Ha szeretnéd, akkor nem várod meg, amíg a járműved elromlik, és bevontatják a szervízbe. Magyarul nem várod meg, hogy szenvedést tapasztalj a gondolatok, érzelmek, beszéd és cselekedet szintjén, vagy tapasztaltass másokkal, hogy szenvedést mérj rájuk a saját téves nézeteid, kapzsiságod és haragod nyomán. Még az előtt bemész a szervízbe, hogy a jármű darabokra törne. Ezt hívják lelkiismeretnek, vagy lélektudatosságnak. Ezt hívják önelemzésmentes tisztánlátásnak, ítéletmentes megkülönböztetésnek. Nagyon sok neve van, de hogyha nem haladunk az úton, mindig ide-visszafelé,
akkor ez nem lesz tapasztalás, nem lesz az életünk alapja. Úgyhogy sokan kérdezik, hogy Szűnyim, van könnyű út? Van valami hatékony, amivel ezt így le lehet rendezni gyorsan? Mondom, igen. Hány évet szánsz rá? Hát nem is tudom. Induljunk ki onnan, hogy az idő maga az elmédnek a terméke. Az érzeteidből, a fizikai kapcsolataidból, a gondolkodásodból, az érzelmeidből áll össze az időélmény. Legyen az egy lineáris időélmény, legyen az egy ciklikus időélmény, ez mind az elméd terméke. Amiről most beszélünk, az nem az elme által teremtett idő. Ez az, amit a gyakorlás időtlenségében töltesz, bár a külső órán mindig van valami ilyen számadat, ami mutatja, hogy mennyit meditáltál, de valamiben nem ez a fontos. Az a fontos, hogy mindig tér vissza ahhoz, hogy most mit látsz, most mit hallasz, most mit érzel, most mit gondolsz, és a többi. Tehát a pillanatnak a teljes értékű tudatossága, amennyire megfoghatatlan szóval vagy formával, pontosan annyira egyszerű, tiszta és jelenvaló. Hölgyeim és uraim, nincs könnyű út. Miért? Mert elképesztően bonyolult a karmánk. Elképesztően ragaszkodunk a karmánkhoz. Borzasztóan tudunk azonosulni a múltunkkal. Nem vagyunk hajlandóak az önképeinket elengedni. Ezért nehéz az út, vagy legalábbis annak tűnik. Ragaszkodásaid mértékében szenvedsz és szenvedtetsz. Azonosulásaid mértékében fejlesztesz ki téves nézeteket és duális reakciókat. Nem az út könnyű vagy nehéz, hanem a te karmád. Tehát milyen gyorsan szeretnél a dualitásaitól megszabadulni. Pontosan úgy haladsz az úton. Tehát kereshetsz te fokozatost vagy hirtelent, ugye keleten volt egy ilyen régi módszertani megkülönböztetés, de ezzel sem mész semmire. Képzelj el alagút fúrókat. Az egyik azt mondja, sokat kell lapátolni. A másik azt mondja, én robbantok. Aki robbantani szeret, az a hirtelent gondolja üdvözítőnek. Aki lapátolni, az a fokozatost. Ha az alagút fúrást megnézed, akkor még a modern technológiával is van repesztés, fejtés, és utána pedig takarítás, kihordás. Már nem robbantunk, már fúrófejek vannak, de akkor is ez a két fázis elkülönül. Rengeteg előkészítő gyakorlatot végezhetsz. Ez olyan, mint amikor építesz egy palotát, és amikor már tényleg kész a palota, és tiszta a szoba, az összes szoba, akkor rárakod a tetejét. Ezek nagyjából az indiai kultúrkörhöz köthetők. Kínában is, a zen hazájában is van ilyen, csak a szemlélet egy picit más. Ha az előkészítő gyakorlatokat nagyon jól végzed, akkor ebbe te bele tudsz feledkezni. Én ismerek embereket, akik 20 éve végzik az előkészítő gyakorlatokat, és kifejlesztettek annyi alázatot és szerénységet, hogy zászlóaljaknak elég. De nem merik a tetőt rátenni az épületre. Nem merik azt mondani, hogy most már a fő meditációs praxist végzem. Még mindig valami részletben elveszünk. Még mindig egy újabb szobát építünk, még mindig egy újabb tornyot a kastély mellé, vagy egy újabb szintet az emeletre, mert annyira jól csináljuk, annyira megszoktuk. Még mindig tisztogatjuk a karmánkat, és erényeket gyűjtünk. Az alapok már többszörösen szilárdabbak, mint kellene. Már tényleg a transzcendens tapasztalás lehetne a miénk. És még mindig csak rakjuk a téglákat egymásra, a födémet, a falakat, a nyílászárókat, és még mindig nincs tető rajta. Ez azért baj, mert véges az idő. Egy nagyon régi tibeti származású barátom, Karma Dorje mondta, hogy 10 000 technika és nincs elérés. Kérdezhetnéd, mi az ideális? Te ne az ideálist keressed, fúrjad szépen az alagutat. Ha robbantással, akkor úgy, ha hordva, akkor úgy. Mindegyikre szükség van. A hasonlat szintjén a hirtelen út olyan,
Ugye transzcendens tapasztalással fellőtted a háztetőt a levegőbe, egy picit meggörbítetted, és folyamatos széllel, azaz a gyakorlatod, a darmád erejével ott tartod, mint egy szárnyat, mint egy repülőgép szárnyat. Ott, hogyha elég erős a légáramlat, az felhajtó erőt generál. És amíg az ott van, addig tudod, hogy mi a cél, mi az irány, és szépen aláépíted az épületet. Itt a hiba a hirtelen ösvénynél az, hogy egyszer csak elfogja a büszkeség a gyakorlót, és azt mondja, hogy én meg vagyok épület nélkül is, köszönöm szépen. Fúj az a szél rendesen, nem akarok én aláépíteni semmilyen életvitelt. Nekem ez bőven elég. Én nem akarom ezt artikulálni, lehozni a földre. Hasznosítás az aztán tényleg nem. Ez az én háztetőm, ez az én napfényem a háztetőn, ez az én transzcendens tapasztalatom, és abban a pillanatban zuhan le az egész. Tehát nem meri, nem akarja, vagy büszkesége nem hagyja, hogy a dharma és a karma találkozzék. Itt a baj. És ekkor eltelik 10 év, 15 év, és a háztető egyre kevesebb szelet kap. Egyre gyengébb ez a légáramlás, egyre lejjebb megy. Elkopik a praxis. Már nincs annyi erőfeszítés benne, de nem rakta le az alapokat. És ekkor egyszer csak lesérül, elfogy a motiváció, és a háztető úgy, ahogy van, leesik a földre. Ezt szoktad úgy látni, hogy valaki gyakorol x évig, és egyszer csak abba hagyja. Igen ám, csak ez rosszabb, mintha el se kezdte volna. Hogyha elkezded, akkor haladj. Ha látod, hogy mi a cél, akkor érd el. És nagyon fontos, hogy légy következetes, de ne kíméletlen. A kíméletlenség magaddal vagy másokkal szemben azt jelenti, hogy olyan elvárásaid vannak, amelyek teljesíthetetlenek. Mindig tudsz gyakorolni, de sohasem tudsz tökéletes lenni, vagy tévedhetetlen. Mindig tisztább tudattal létezhetsz. De amíg ebben a testben vagy, addig mindig lesz újabb nap, újabb karma és újabb munka. Ezen ne lepődj meg. Ha alulról építkezel, merd rátenni a tetőt a palotára, és merj meghaladó bölcsességet tapasztalni, ami már nem az épület, hanem a tetején megcsillanó napfény. Hogyha hirtelen iskolákat szereted, akkor lásd azt, hogy a hirtelen tapasztalásból olyan hitrendszer épül, amely bizony lehozza az épületet a földre. Hogy a tető alá épül az első emelet, és utána pedig még egy, még egy, még egy, és utána leérsz a földre, és oda teszed az alapokat. Akármely közelítés tetszik, a munka ugyanaz. Ha ennek a munkának az elvégzésében segíthetek bárkinek, akkor várom a kérdéseiteket. Az lenne a kérdésem, hogy honnan tudom, hogy leraktam már az alapot, vagy amit leraktam alapot, az már elég stabil. Onnan, hogy a tudat nem mozdul ki konfliktus helyzetben. Tehát az egész biztos, hogyha az alapok nem szilárdak, akkor konfliktus helyzetben karmikus szivárgás vagy szikrázás van, attól függ, hogy milyen a probléma. A szivárgás az a yin belül, elindul a gondolkodás, nem tud megállítani. A szikrázás az a yang, kifelé olyan reaktív tudatod van, olyan duális reakcióid vannak, hogy nem vagy rá büszke. És ha az alap tiszta, akkor a középpontod, a tantiened elég erős. És ekkor a tudatod tere mindig nagyobb, mint az a karma, ami éppen betölteni igyekszik. A válság egyik nagy fokmérője, hogy mennyi tér marad a tudatodban ahhoz, hogy világosan gondolkodj, tisztán érezz, helyesen dönts, normálisan beszélj és cselekedj. A válság arról ismerszik meg, hogy a tudat terét hirtelen az elme tartalma betölti, az érzékelés betölti, mások karmája meg a sajátod betölti, és a tér hirtelen szűk lesz. Ez a szűk tudati tér és a karma nyomása együtt a stressz.
Tehát ahhoz, hogy te stresszt csökkents, ahhoz a tudat terét kell megnövelni, illetve a benne lévő karma intenzitását és mennyiségét csökkenteni. Ha egy olyan tudattal élsz, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, akkor ez végtelen térben és időben. Honnan tudod, hogy türelmes vagy? Hogy tudsz toleráns lenni, mert látod azt, hogy ami feléd jön a másik embertől, vagy emberektől, az nem tölti be a tudatod terét úgy, mint bontott csirke a cellofános csomagolást, hogy egy buboréknyi hely nem marad. Úgyhogy ha az alapjaid szilárdak, akkor jól tűröd a konfliktust, és nem adod tovább a szenvedést. Helyesen látod a másik embert, és közben nem válsz a viselkedésének a következményévé. Megfelelő minőségeket bocsátasz ki a világba, mint együttérzés, bölcsesség, önzetlen segítség. De nem várod el, hogy a világ ezt kövesse, mert nem fogja. Ekkor szilárdak az alapok. Olyan kérdésem lenne, hogy pedagógusként dolgozom felső tagozatban. Éppen évzáróról bizonyítványosztásról érkeztem. Azt foglalkoztat sokszor, hogy míg a felnőttek világában el tudom dönteni többször, hogy ez most az én dolgom, vagy nem az én dolgom, vagy szükség van-e arra, hogy segítsek. A gyerekek esetében mindig azt gondolom, hogy az én dolgom, és van egy ilyen dilemmám, hogy keveset segítek, ugyanakkor máskor meg azt gondolom, hogy lehet, hogy csak ezt a keveset tudom megtenni, érte? Van általános gyerek? Hát nincs. Ugye milyen jó? Tehát mindegy gyerek egy kicsit más. Igen. És más ám az önállóság foka is. Tehát én azt a segítséget tartom jónak, amely növeli a gyerek önállóságát. Az a segítség helyes, amely előbb-utóbb feleslegessé teszi önmagát. A Buddha a saját tanításáról ugyanígy beszél. Fogjátok fel a dharma tanítását, a szóbeli részét, a módszertani részét, úgy, mint egy tutaj, ami átvisz a folyó egyik partjáról a másikra. És ha átértél, akkor nincs már rá szükség. Nyugodtan lögd vissza, és utána valaki más használja. Tehát ha a segítség olyan, hogy előbb-utóbb feleslegessé teszi önmagát, akkor jól segítettél, és ezt a gyerek meghálálja, hiszen ő is önálló akar lenni. Ő is fel akar nőni. Csak néha pont a felnőttek az akadályai annak, hogy a gyerek felnőjön. Nézd meg! És hogyha nem akadályozni szeretnénk a gyereket, a birtoklásunk, a félelmeink, a téves nézeteink által, a ragaszkodás által, akkor marad a hűség, a lojalitás, az odafordulás, az önzetlen segítség úgy, hogy a gyerek megtalálja az útját, és akkor felnő. És hogyha mered útjára bocsátani a gyereket, akkor hálásan visszajön. Ha nem, akkor eltűnik, és nagyon-nagyon ritkán látod. Nekem gimnáziumban volt egy földrajztanárom, Vágvölgyi János, sajnos már nem él, de olyan szemlélettel tanította a földrajzot, hogy még évekig, még Korea után is visszajártam hozzá, évente egyszer, hogy a folyosón egy nagy szünetben végig sétáljunk, és megbeszéljük a világ dolgait. Olyan szemléletformáló volt. És igen, számon kérte a házi feladatot. Azt kell. De nem csak azt. Téged ébresztett rá összefüggésekre, tehát nem pusztán anyagot kért számon, hanem téged tett bölcsebbé. Téged sarkalt arra, hogy jobban lásd az összefüggéseket. És azt hiszem, hogy rengeteget tudsz így a gyerekeknek segíteni. Miért? Mert megvan a saját szeme. Lásson azzal. Saját füle. Halljon azzal. Ugye? És hogyha így csinálod, akkor egyre önállóbb. És egyre inkább megköszönni, hogy önállóbb lehetett. Köszönöm szépen, hát szívesen. Törekedni fogok. Örülök. Egyéb kérdés? Evidenciának tűnik, de néha mégis elbizonytalanodom abban, hogy mi értelme
szeretni az embereket, úgy azokat, akiket mondjuk nem ismerek. Értelme nincs, de néha jól esik. Tehát a szeretetnek, ha megnézed, nincs értelme. A szeretetnek szeretet élménye van, és ezért nagyon sok értelmetlenséget tudunk csinálni. Fiatalon főleg. De a lényeg az, hogy nagyon fontos az érzelmi és az értelmi csatorna helyes szétválasztása. Tehát gondolatokkal te nem fogsz megoldani érzelmi problémákat. Érzelmekkel nem fogsz intellektuális problémákat megoldani. Úgyhogy miért van helye a szeretetnek? Mert a legérvényesebb és legmagasabb rendű emberi kapcsolat. Ahol te mások boldogságát, jólétét, Uram, bocsá, felébredését kívánod, ez egy nagyon magas szintű szeretet. És akkor előbb-utóbb egy olyan világot élünk, ahol ezt tapasztaljuk, és nem sokkal alacsonyabb rendű érzelmeket, ahol azért nagyon-nagyon csúnyán tudunk egymásról gondolkodni, nagyon-nagyon durva dolgokat tudunk kívánni, azt hisszük, hogy ez megoldás. Ez nem megoldás. Úgyhogy a szeretet az azért eszenciális, mert úgy tűnik, hogy az emberen kívül ilyen formában semmelyik más lény nem képes rá ezen a bolygón. Ezt csak mi tudjuk. Az ellenkezőjét is csak mi tudjuk. Úgyhogy az ember azért érdekes, mert nagyon nincs középen. Tehát állandó szélsőségek között itt labdázunk jobbra-balra. Körülbelül olyan az élmény, mint amikor a születésed egy ilyen flippergépnek a kis rúgós golyó kilövője, és az egész élet ilyen kis különböző állomásokon ezek a kattanások, és utána pedig a számok mennek. És amikor egyszer csak így beesel a két ilyen nyelv közé, akkor meghaltál. Tehát ha így éled meg, abban az életben nem sok szeretet van. És szerintem nézzük meg azt, hogy mi az, ami egy olyan csendes boldogságot tud hozni, hogy nem kellenek szavak hozzá. Most ugrottam egy nagyot, és nem magyarázom, hogy a szeretet micsoda, mert szerintem nem lehet elmagyarázni. De indulhat, sőt induljon az együttérzéssel. Induljon azzal, hogy ami a te lelkedben, az az én lelkemben. Ami a szívedben van, az a tükrömben látszik, és viszont. Ekkor szavak nélkül is kapcsolatban vagyunk, és megértjük egymást. Úgyhogy szeretet nélkül nem megy, néha még azzal se könnyebb, de legalább azzal értelme van, és nem intellektuális értelme, és végképp nem haszna, hanem egy olyan életélmény, hogy igen, érdemes ezen a földön élni, mert szeretet nélkül azért nem érdemes, ezt tudjuk. Érezzük. Úgyhogy itt az élet előtted, tisztázd le azt, hogy mi a szeretet, de ne fogalmilag. Tehát ilyen vastag könyveket olvasol a szeretetről, és nem lesz belőle több benned attól, hogy elolvastad. De mondjuk kimész a természetbe, vagy megtanulsz lovagolni, vagy kirándulsz egyet a barátokkal, és akkor valami egész más élményed van, ami kevésbé szóba fogható. És akkor az lesz az, amit később, hú, tényleg, na ezt akár nevezhetnénk szeretetnek is. Milyen jó. Oké? Okay? Rendben, köszönöm. Szívesen. Hogy tudja az ember megtalálni a hivatását? Mikor tudja, hogy jó helyen van, jó időben? Fel kell tenned belül azt a kérdést, hogy mi a dolgom? És ez a mi a dolgom, ez, mint az iránytű a tengeren, el fog vezetni arra a szigetre, ami ugye csak a tiéd. És a partvidékre föl van egy OK és képzés, és akkor... Na, szóval ne formákban és puszta szakmákban és lehetőségekben gondolkodj, minden emberben van tehetség, görögül areté. Ez az areté, ez az erényed, a tehetséged, ami benned az energiát nagyrészt termeli, hogy te valaki légy, valamit tégy, valamiben megtaláld magadat. És manapság, hát ebben az elképesztő digitális dzsungelben aztán minden van, csak nem tisztánlátás. Hát belül keresd azt, amiért itt vagy, amiért megszülettél, aminek a realizációja a feladatod. És akkor ennek találj egy megfelelő formát odakint. Az emberek többsége azt a kérdést teszi föl, igen, miből lehet élni?
talál valamit, elvégzi az iskolát, csinálja, eltelik 10 év, és úgy kiég, nincs az a túlfűtött kazán, amiben a fűtőelem úgy ki tud porlani. Elveszti a motivációt, mert valójában nem az övé. Ha tényleg megtalálod, hogy mi a hivatásod, mert magadban ezt felfedezted, olyan érzés van, mintha egy láthatatlan rakétát alát kötnének, és csak elpusztítani lehet, de legyőzni nem. Ezt az érzést, hogyha megtalálod egy hivatásban, akkor az a tiéd. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Szeretném beszélni nekünk a függőségről, hogyha már tudjuk és érezzük, hogy nem jó nekünk valami, akkor miért ragaszkodunk mégis? Én most ebben a pillanatban függetlenné váltam a kérdésétől, és nem válaszolok rá. Ez jól esik? Világos, hogy nem. Ezért szeretjük a függőségeket. Tehát az kell, hogy valamit érezzek, valamit gondolhassak, valakivel így kapcsolatban lehessek. Tehát a kölcsönös függés az az élet 3 nagy alapjegyéből az egyik. A másik a mullandóság. Oké? Okay? Harmadik pedig a tökéletlenség, vagy eredeti tulajdonság nélküliség. De a kölcsönös függés az olyan, hogy fel se ismerjük, hogy mennyire kapcsolatfüggőek vagyunk. Az előbb beszéltünk a szeretetről. Hát ez kapcsolat nélkül nem megy. Legalább egy pillangó kell, amit naponta odaszáll a kerítésre. És a függés egész addig, amíg a társadalmat vagy építi, fizeti az adót, addig nem tűnik rossznak. Mihelyt egy olyan függésbe kerül valaki, a szenvedélybetegség, addikció, hogy rombolja az egyént, rombolja a családot, rombolja a társadalmat, mert egyre többe kerül, azon nyomban deviánsnak minősítik, és az is. Tehát ez az önpusztító valami, ami akár a kábítószer, alkohol, egyebek, ez azért egészségtelen, mert az egyén egészségét és működését is megbontja, elveszti az autonómiáját, és állandóan kezelni kell, meg figyelni rá, meg gyógyítani, és egyebek. És a társadalom egészségét is, mert szétmegy a család, szétmegy a csoport. Hát az ember nem energiatermelővé válik, hanem egy fekete lyukká, ami mindent elnyel. Elnyel pénzt, figyelmet, szeretetet, stb. Stb. És innentől kezdve óriási felelősség az, hogy az éberségnek legyen értéke. Hogy a tiszta tudat az az alap legyen, és nem pedig valami különleges hozzávaló. És a szenvedélybetegség, illetve a függőség, amikor ez ugye a középről kimegy, akkor gyorsan vagy lassan, de a tudat elsötétüléséhez és halálhoz vezet. A probléma az, hogy az így meghaltak a következő életükben, pontosan ugyanúgy az addiktív tudatból fogják folytatni, mint amivel abba hagyták az előző inkarnációjukat. Ez a kemény. Nem az elvonókúra. Az elvonókúrát azt végig lehet csinálni 3 hónap, 6 hónap, 1 év. Valójában az a belső motiváció, az az elképesztő akarat kell, hogy te tiszta tudattal élj, és merj szembenézni az élettel. Nagyon sokan azt hiszik, hogy az emberek többsége a haláltól fél. Nem, az emberek többsége az élettől fél. Nem merjük élni az életet, nem merjük vállalni a konfliktusokat, a kompromisszumokat, a változást. Ha nincs helyes iránya a változásnak, akkor félsz változni, mert nem tudod, hogy merre megy ki ez az egész. Tehát a függőségek, amíg ugye konvencionálisak, társadalombarátok, úgy tűnik, hogy építő jellegűek, addig nagyon szeretjük. Sőt, mondjuk nyugodtan vállald csak föl, jegyezd be, nyugodtan majd fizetsz utána, semmi gond. De ahhoz, hogy te a függetlent megtapasztald, ahhoz egy olyan tudat kell, amely nem azonosul semmilyen névvel vagy formával. Az már nem egy földről készített ilyen helyi fotográfia, az már műhold, még elhagyta a Földnek a vonzáskörét, ami legalább az első kozmikus sebességet elért, és pályára állt a Föld körül. Úgyhogy transzcendens tapasztalás nélkül csak függőség van. Transzcendens tapasztalással pedig vezérelt függőség van, hiszen itt vagyunk a Földön, testben. Nagyon nem mindegy, hogy meghaladtuk-e ezeket a függőségeket, vagy sem. Ha meghaladtuk, akkor tudjuk vezérelni.
mert ez megvolt. Ebben nincs függőség. De függetlenség sincs. Ez pont a függőség-függetlenség dualitása előtti tudatállapot. Aki azt mondja, hogy teljesen minden jelenségtől független, javaslok egy 5 perces oxigénszünetet. Kiderül nagyon gyorsan, hogy levegőfüggő vagy. Vagy mindenféle technika nélkül, tehát nem meditálhat, mert nem tanítottuk meg, hogy hogyan, menjen el és legyen egyedül mondjuk 3 hetet a rengetegben. Nagyon nem tudja, hogy mit csináljon a karmájával, meg az elméjével. Úristen, nem szeret senki. Érted? Nincs ember körülötte. Magyarul nincs projekciós felület, hogy a karmámat kire testáljam. Ugye, interpretálás, nem szeretnek. Érted? A függő viszonyok meghaladása, lebontása, újraépítése, helyes használata, ez lenne a feladat. Úgyhogy a szélsőségektől tartózkodjunk. Születésünk, életben levésünk, halálunk, testen kívüliségünk. Tehát a köztes lét 4 fázisa, 2 rövid és 2 nagyon hosszú, ezek mind függő viszonyok. De ha nem tanultuk meg ezt megfelelően vezérelni, akkor csak a szamszárikus köröket járjuk, nincs felébredés. A felébredés az, amikor elkezded a függő viszonyaidat tudatosan alakítani. Én tőle szeretnék függeni. Én ide szeretnék tartozni. Én ezt a munkát szeretném végezni, mert nagyon szívesen dolgozom együtt a munkatársakkal. Tehát tudatosan alakítsd ki a függő viszonyaidat, és legyél szíves megfelelő minőséggel felruházni ezeket. Tehát például egy férfeleség viszonyban, amelyet azért az eredeti függőség az Éden márkában, tudod, az az eredeti, ott a kertes változat. Azt a függőséget azért tisztítsuk ám le, tehát hogy te, mint nő, milyen feleség szeretnél lenni, te, mint férfi, milyen férj szeretnél lenni, milyen karmát hozol ezáltal létre, mit tolerálsz a másiktól. Nagyon nagy munka. Ha nem, akkor állandóan frissítjük a szoftvert. Állandóan húzogatjuk a képeket mindig balra, aztán egyet jobbra. Aztán csing! Újabb randevú, újabb illúzióvesztés, újabb búcsúzás, vagy már csak egy SMS mostanában. Aztán újra húzgáljuk a képeket. Ismerős probléma? Az én generációm még nem így nőtt föl, de a mostani már igen. Úgyhogy tessék erre nagyon figyelni, hogy a kapcsolatok minőségét hogyan határozod meg, te ki akarsz lenni ebben, mert a függő viszonyaink tudatos alakításából alakul ki az életünk minősége. Milyen társaságban vagyunk, ugye? Csoportkarma, miért születtél ide? Azért születtél magyarnak, mert magyar karmád van. Ha nem, akkor a sógorokhoz születsz. Nincs messze, de mégse oda születtél, hanem ide. Ugye? A családod is olyan, hogy bizony csak oda születhettél, más családban nem. Tehát nincs az, hogy a postás bácsi eltévesztette a házszámot. Nem. Az a lélek az csak anyuhoz és apuhoz jöhetett, aki te vagy. Tehát ezek a karmák azok, amelyek a függő viszonyaink alapjai. Ezeket kéne merni, meglátni, meghaladni, alakítani és helyesen élni. Ekkor vagyunk tényleg emberek. Jó? Nagyon szívesen. Hogyan lehet azt úgy megszabadulni attól a rossz tulajdonságomtól, hogy belemegyek ilyen vitatkozásokba, hogy is mondjam, és ezek ilyen ismétlődő dolgok, tehát olyan, mint bizonyos szituációban, olyan, mintha ilyen automatikusan lefutna. Ez az átláthatatlan karma. De olyan, mint az automata pilóta, hogy be van ütve minden, és kontroll az meg nincs. Ez az átláthatatlan karma bizony. Tehát amikor te nem is veszed észre, de már pofán vágtad, akkor abból a vitából nagyon gyorsan verekedés lett. Tehát vigyázzunk. És innentől kezdve most mit látsz, most mit gondolsz, most mit érzel. Tehát ennek a pillanatnak a teljes tudatossága az egyetlen, hogy a reaktív tudat, lásd, vitatkozás ne uralkodjon el. Tehát észre sem veszed, és már üvöltesz. Miért? Mert szerinte, na,
annak aztán nincs igaza. Hát úgy, ahogy van, hülyeség, amit mond. Nekem van igazam. Én tudom jól, sőt jobban, én még jobban tudom, mint ő. Sőt, jobban tudom bárkinél, és én mindenkivel vitatkozom azért, mert jobban tudom, mint bárki más. Tehát nyugodtan helyettesítsd be a legutóbbi vitádat ennek a mostani tanításnak a helyére. És ez ott lesz. Tehát valójában mi a cél? Ha az a cél, hogy elidegenedjünk egymást, akkor nyugodtan vitatkozzuk szét az életünket. Akkor mindenki okos lesz, és a maga gondolatának a kis felhője mögött ott elbújt, és mindenkinek igaza volt, és messziről integetünk egymásnak. Tehát van egy fantasztikus mondás, hogy döntsd el, hogy boldog akarsz lenni, vagy hogy mindig igazad legyen. Tehát ez azért nem mindegy. Nézd meg, hogy érzelmileg mennyibe kerül az, hogy te intellektuálisan ütöd a vasat. Ez nem azt jelenti, hogy hazudtold meg önmagad, vagy takard el a szemed, vagy ne lásd az igazságot, de nem kell mindig a másik orra alá dörgölni. Hadd lássa már meg a másik is a saját szemével, hadd hallja meg a saját fülével. És akkor az az ő igazsága lesz, és nem az, amit te rátukmálsz. Egyébként nagyon jó ilyenkor kérdezni, hogy észrevetted, hogy? Ja nem, megkérlek. Vedd észre, hogy. És akkor észreveszi. Az eszére veszi. Az nagyon jó. Úgyhogy ne tessék a karnát automata pilótaként kiélni. Honnan tudod, hogy ezt megtetted? Hogy rögtön a másik a hibás. Tehát azon nyomban projektáltad a felelősséget. Rávetítetted a másikra, elköszönt viszontlátásra. Tehát hogy lehet, hogy ezekben a helyzetekben mondjuk türelmes legyek? Mással. Mi az eredeti tudatod? Nem tudom, nekem van olyan. Ha fel tudtad tenni a kérdést, akkor van. Eredeti tudatod? Az eredeti tudatod, ami nem gondolkodás, ami nem vita, ami még csak nem is te vagy, de hordozont. Ami látja az énedet. Hogy az micsoda? Mi az? Tudod, hogy mi az? Hát biztos, hogy nem. Mert már örülök, a kérdésre csatlakoztál a pátriárkák és mátriárkák sorához, akik rájöttek, hogy ez nem tudható. Viszont, hogyha tapasztalod ezt a nem tudomot, ami tényleg tiszta, mint a tér és tiszta, mint a tükör, akkor te értelmesen, a másik szemébe nézve hallgatod, és lélekből érezve érzed, hogy a másikban mi van, és nem reagálsz. Te nem kapcsolsz ki, jelen vagy. Kölcsönhatsz, de nincs vita. Nem szólsz vissza. Megemészted. Ha van én felületed, arról visszapattan a másik karmája. Ha nincs én felületed, akkor eloszlik a térben. És a meditációnak ezért van óriási szerepe, mert kinyitja a tudat terét. Lezárt egófal mögül csak lőni lehet. Tehát, hogyha lebontod a falat, ami az önképed, akkor végtelennél válsz térben és időben. Ezt nem én mondtam, hanem Pajcsang zenmester, a Tang dinasztia egyik legnagyobb alakja. És innentől kezdve az a dolgunk, hogy ebben a tiszta tér, tiszta tükör tudatban megmaradjunk, és ez a türelem forrása. Tehát erőből ezt nem lehet, hogy már éppen leüvöltenéd a fejét, de még nem. Ez nem türelem, ez elfojtás. A türelem az, hogy nyugodtan mondd, nyugodtan tedd, előbb-utóbb tapasztalod a következményét is. De nem hagyod magára. Egy kapcsolatban türelem nélkül nem megy. Tehát tűröm, hogy a másik mit gondol, mit érez, mit mond, mit tesz, mit gondoltat, mit éreztet, mit beszéltet, mit tétett meg velem. És itt nagyon ébernek lenni, és pontosan azt tenni, amitől te az maradsz, akivé szeretnél lenni. Tehát ne válj a másik viselkedésnek a következményévé, de légy türelmes. Ez nem passzivitás, ez egy rendkívül aktív tudati munka, hogy belül te mire reagálsz. Már az, hogy te gondolatban viszonzod a másik beszédét, már az visszakerül hozzá,
ha elég érzékeny vagy, pontosan érzed. Úgyhogy engedd, hogy a tükörben látszék a másik, a te tükrödben. Ez az eredeti türelem. És hidd el, hogy ennek gyönyörű következményei tudnak lenni. Az egyik az, hogy ez az együttérzés, ami tényleg a türelmes elviselése a másik karmájának, ez egy olyan bizalmat fog eredményezni, ami más úton nem hinném, hogy megszerezhető. Miért? Rájön a másik, hogy csak te vagy az, aki ennyire türelmes vele. Más már nem ennyire türelmes. Más már rég oda vágott volna kettőt. De nézd meg azt, hogy visszaéle vele, vagy sem. És abban a pillanatban, hogy a visszaélést tapasztalod, nyugodtan vondd meg, hogy eddig hallgattalak, most már nem hallgatlak. Tehát ez nem egy olyan ilyen csendes áldozati bárány, hogy te most 1000 évig elviselsz mindent. Nézd meg, hogy ez hova fut ki, tényleg a kapcsolat felé, az együttérzés felé, az egyéválás felé. Vagy pedig egyszerűen visszaélnek azzal, hogy te épp nem mozdulsz és nem reagálsz, de intelligensen ott vagy. Az idő drága, az élet rövid. Az egyetlen egy dolog, amire nagyon szükségünk van, és nem tudjuk, hogy mennyi van belőle, az az idő. Úgyhogy ezért kell nagyon észnél lenni, és türelmet gyakorolni, ameddig azt kell. Oké? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Az előző három válaszod összerakott bennem egy kérdést. Értem, amit mondtál a belső hajtóerőről, a képességekről. Értem azt is, hogy vigyáznom kell, hogy függő vagyok-e a képességeimtől, vagy használom-e őket. Ugyanakkor az van bennem, hogyha valamilyen irányba képességeim vannak, akkor talán gondolhatom azt, hogy ezt és ezt a dolgot jobban tudom, vagy jobban csinálom, mint más, akinek alkalmasint nincs. És az egésznek a tetejére, még ha oda teszem azt az entörténetet, IQ-mester... De ne tedd oda! Kicsit későn, és már annyira specifikus, hogy hihetetlen. Gondolhatod, hogy jobban csinálod, de minek? Csináld. Tehát csak tedd. Ne gondold azt, hogy te jobban vagy rosszabbul csinálod, mint más ember. Nézd meg a munka közvetlen kihatását, közvetlen minőségi megnyilvánulását. Csak erre van szükség. Tehát az ok és okozat közvetlen tapasztalására nem viszonyítunk máshoz. A minőségi a munkád, az önmagáért beszél. Ez kell. Jó? Köszönöm. Szívesen. Az lenne a kérdésem, hogy tudnál egy pár szót mondani az ezer szem és kéz szútráról? Igen. Az ezer szem és kéz szútra a koreai buddhizmus történetében a leggyakrabban énekelt tanítás. Úgy képzeld el, hogy a legfontosabb szútrák és mantrák együtt vannak, kivonatosan. És minden, ami a buddhizmus alapja, minden, ami a Mahayana, minden, ami az együttérzés, bölcsesség tanítása, az ebben benne van. Ezt naponta minden templomban eléneklik, van, ahol 5-ször, van, ahol 3-szor, van, ahol 1-szer. De olyan koreai zen templom nincs, ahol az ezer szem és kész szutrát ne énekelnék el. Ennyire alapvető. Mert amikor legutóbb, hát egy pár hete, amikor ott jártunk, egy hatással volt rám, és a napi meditációba, amit addig gyakoroltam, kicseréltem erre egyébként, reggel és este recitálom. Nagyon jó, folytasd. Ezek a tanítások körülbelül egy ilyen nagyon profi szerszámos ládához hasonlíthatók, ahol minden megvan. Tehát az összes behajtófej, az összes csőkulcs, az összes fúró, minden 0,5 mm-től 12-ig, minden. Tehát ezek az alaptanítások, és hogyha ez benned, a lelkedben visszhangra talált, az azt jelenti, hogy a tudattalamban nincs túl sok akadály. Tehát én láttam embert, aki ugyanígy elénekelte ezt akár Koreában, akár Amerikában, akár Európában, és dühös lett tőle. Neki az volt a karmája. Láttam olyat, hogy a Kwan Sam Bo Sam mantrára elaludt.
Úgyhogy mindenkinek más a reakciója a dharmára, de ez a reakció, ez már a te karmád. A dharmához, mint tanításhoz túl sok köze nincs. Úgyhogy recitál tovább, nagyon örülök. Azt szeretném megkérdezni, hogy szerinted nekem meddig kellene ugyanazon a munkahelyen dolgoznom? Egész addig, amíg fel nem jutsz a Sümegi vár tetejéig. Tehát most úgy nézek én ki, mint egy pályaválasztási tanácsadó, munkaerőközpont, te ennél sokkal szigorúbb vagy magaddal, akkor miért teszel föl ilyen kérdést nekem? Valójában mi a baj? Az, hogy nem annyira szeretem, de amúgy nem is utálom, és a zen gyakorlás meg segít abban, hogy kibírjam, viszont ez most akkor mi? Mert nem boldogan ébredek reggelente, hogy dolgozhatok. Na most te a munkától leszel boldog reggelente, vagy valami mástól? Hát ez itt a nagy kérdés. Bizony. És én segítek neked ezt a jó nagy kérdést fölvenni a hátadra, és vigyed. Ugyanis ez a te életed. A munkának valamilyen boldogságot, valamilyen megelégedettséget persze, hogy kell adnia. Na de hát a teljeset nem fogja megadni. A munkaholisták nagyon szépen elmondják neked, hogy napi 20x órát dolgoznak, és még úgyse boldogok. Nincs meg az, hogy ez elég volt, és ez jó mulatság, majdnem férfi munka volt, női munka is van. Lényeg az, hogy tessék szíves a munka belső következményeit megfigyelni. Tehát kivé válsz a munkavégzés által? Ez a kérdés. Tehát te szeretnél az a Julcsi lenni, aki a munkavégzés által, a társaság által, a főnökkel való kapcsolattartás által válsz? Ha igen, nyugodtan folytasd, mert ebben az évben nem tetszik, jövő évben tetszeni fog. Az irányt nézd meg. A tényleges hatást nézd meg. Néha nagyon nem szerettem azokat, akikkel együtt gyakoroltam, de tudtam, hogy ez másodlagos, és félretettem a véleményemet. Néha teljesen kilátástalannak tűnt a helyzet itt a vőgybe. De aztán megtaláltuk mindig a következő lépést. Éveken keresztül volt az, hogy a fő cél megvolt, mert az soha nem veszett el, de egy lépésnél tovább nem láttál. Mint a világító torony a ködben. Tehát a következő hullámot nem látod, hogy a hajóval akkor most merre forduljál, de a világító torony az ott van 20 mérföldre. Tehát irányvétel és átváltozás. Kivé válsz ezáltal? Mivé leszel ezáltal? És hogy fizetnek eleget ezért? Jó? De hogyha a hivatásod, ahogy ezt az előbb az úriembernek elmondtam, hogyha a hivatásod más, akkor ne vesztegesd az idődet, akkor azt kell csinálnod, ami tényleg a lelkedből jön, mert arra több energiád lesz. Kevesebb energia, több kétség. Több energia, egyszer csak egység. A boldogság nagyon sokféle címkét viselhet, de rettenetesen egyszerű. Nagyon magas energiaállapot, nagyon kicsi információtartalommal. Ezért szoktunk berúgni, mint az állat, csak ez nem boldogság, hanem köd. Tehát nézd meg azt, hogy az energiaszinted hogy lehet nagyon magas, és közben a gondolkodás ez a nulla felé közelít. Most egyé tudsz válni úgy a munkával, hogy egyszer csak eltelik a nap, és kreatív voltál, és együttműködő voltál, és azt csináltad, amit tényleg szeretsz. Van ilyen. Vagy legalábbis megbékéltél azzal, hogy helyes életvitelt folytatsz, még akkor is, hogyha éppen nem tetszett nap, az nap a munka, amit tettél. Jó? Jó, köszönöm. Akkor maradok. Ha maradsz, maradsz, ha mész, mész. De ez a te döntésed. Az én döntésem, így van. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Még egyet kérdezhetek? Hát, majd meglátjuk. Mondjad. Ez egy másik téma, hogy miért van az, hogy mindig minden túlzásba viszek a jót is, a rosszat is, és mindig elmegyek, tehát csak a végletekbe tudok működni, és annyira szenvedek ettől, annyira jó lenne megtalálni a harmóniát, de... Nem hiszek neked.
nem szenvedsz tőle. Sőt, boldog vagy a szélsőségeknek a felívelő fázisában. Miért? Mert rettenetes mennyiségű energia van benne. Tehát a szélsőségek energiatartalma az egy ideig boldoggá tesz. Hát a fiúk miért mennek 240-nel, hogyha megtehetik? Ugye? Hölgyeknek is van valami extatikus tapasztalat, amikor ők feloldódnak valami megmagyarázhatatlanban, utána megisszuk a levét. Tehát a szélsőségek az elején nem úgy tűnnek, hogy valami baj van velük, hanem az, hogy hú, de jó, még egyszer, még, és akkor állandóan ugyanazt a gombot nyomjuk, és mögötte már füst van, és kiég az ember. Tehát a szélsőségek nem rögtön okoznak szenvedést, hanem később. És akkor a ciklus ennedik ismétlése előtt valahol belül tudatosítani kell, hogy na, ez nem fog boldoggá tenni. Akármilyen okosan menedzselem a szélsőségeket, ez most nem fog boldoggá tenni. Én ebben megint egyedül fogok maradni, mint szélsőséges tapasztalás. És tőlem pedig megint elfogy az energia, visszaélek a földre, és akkor megint kiindíthatom újra. Le kell cserélni a ciklust valami másra, ami például a középút, és a szélsőségekben rejlő energia megélése belül úgy, hogy az még nem vált szélsőséggé. Oké? Ezt hívják hideg extázisnak. És a meditáció nagyon érdekes, mert gyakorlatilag nem történik semmi, de egyszer csak letisztul valami. Ami történik, az nem fontos. Felhők jönnek, mennek az égen. De egyszer csak egy pillanatban a teljes kék ég a tied, úgyhogy nem is látod az egészet, csak érzed, hogy nincs felhő. És ez egy elképesztően középen lévő tapasztalás. Itt van a centerben. Azt sem mondhatod, hogy egy ilyen szuperboldog valami, de boldogtalanság aztán tényleg nincs. Tehát ez az egyénválás tapasztalata, ami azért érdekes, mert nincs benne szélsőség. A szélsőséghez legalább két pólus kell. Az egyénválásban ez nincs meg. De van valami, ami teljesen egyedi, és nem hozható vissza, nem hozható létre másképp. Csak a nem mozduló test, nem mozduló beszéd, és nem mozduló elme által. Energetikailag ezt háromféle csível vagy kível írták le az ázsiaiak. Az egyik az a Wongi, az eredeti energia, amit te lehoztál magaddal, mint Julcsi. Ez Julcsinak a lélek mintázata. Ebben vannak azok a törekvések, hogy te mondjuk milyen szélsőségekkel szeretnél boldog lenni. Tehát a lélek az ég. Az érzékelés tüzében ég. A világ tapasztalatának a tüzében ég. És állandóan át akarja égetni azt a falat, amit az énje alkot közte és a világ között. És kiderül, hogy ezt a falat ezt nem tudja tartósan átégetni, mert az égetés helyén mindig egy heg van. És a szélsőséges tapasztalat az hegesíti, öregíti a lelket. A második féle energia az a dégi, az a nagy energia. Az ázsiaiak pár ezer évvel ezelőtt nem cifrázták, hogy most hányféle kölcsönhatás van ebben a nagy univerzumban. Egy, azaz nagy energia. Miért? Mert hozzám képest nagyobb, biztos. A kettő közti kapocs, az a kongi, az üres energia, ez a lélegzeted. Hogyha figyeled a lélegzetet, akkor a külső és a belső egyé tud válni. Tehát a wongi, a dégi és a kongi a pillanat tudatosságában egyé válik. Na ezért más, mint bármilyen szélsőséges tapasztalás. Ezt a nem mozdulót tapasztalva a wongi, dégi és kongi egyé váljon. Ezt hívják hapkinek, vagy egyesített, egyesült energiának. Tehát az egyé vált energia az az, ami úgy többlet, hogy te nem leszel tőle kevesebb. Tehát a szélsőséges tapasztalások égetik a wongit nagy lángon. Mert a dégivel úgy találkozik, hogy mindig valamilyen érzékelésen keresztül, látás, hallás, szaglás, tapintás, ezen keresztül. És amikor ezeknek a tüze ellobban, ez a nagy ellobbanás, akkor a kicsi, te, a nagy, az univerzum, egyé tud válni, hogyha lélegzett tudatos. És ennyi elég volt, ezt elmondták az ázsiaiak, ennyi. Semmi több. Nem kell több. Most amikor ez megvan, akkor az összes szélsőség olyan pici lesz,
annyira apró lesz, és nem érted, hogy erre hogy volt neked eddig szükséged. És akkor függő viszonyok tudatos alakítása, már másképp teremtesz polaritásokat, már nem szélsőségekben fogyasztod az energiát, hanem megvannak a színusz hullámok, ezek kellenek, mert az élet az rezgés, rezdülés, és a szélsőségekkel viszont nem reméled azt, amit nem kaphatsz meg. Mert boldog nem leszel tőlük, csak nagyon intenzív energia plusz után egy kimerültség. Úgyhogy a fiatalság az nem bolondság, csak ezt nem tudja, és amíg el nem kezd fölébredni, addig mindig a szélsőségekben keresi azt, az ellobbanást, azt az egyévválást, amit egyébként ott nem talál meg. Tehát az életet és a halált azt megtalálja, az egyévválást azt nem találja meg. Ahhoz ide kell jönni a pillanatba, egyé kell válni a kicsinek és a nagynak, tudatosnak kell lenni, és nem mozdulni innen. És egy olyan energia növekedés van belőle, ami leírhatatlan. Oké? Okay? Köszönöm. Nagyon szívesen. Én a meditációval kapcsolatban szeretnélek kérdezni, hogy figyelek, és elkalandoznak a gondolatok, és visszahozom a figyelmemet, és tényleg jönnek olyan részek, amikor tudatos vagyok, és úgy érzem, hogy érzek egy ilyen félálomszerű, nyugodt állapotot benne, de vágyok valami ennél többre, hogy ennél valami nagyobb megtapasztalásra, hogy ez a vágy, ez probléma. Tényleg vagy... nem olyan, mint a felvágott, hogy lehet egy-két szelettel több, és akkor 15 deka helyett csak 17, mert pont úgy jön ki. Nem. Tehát ha te még itt vágysz valamire, akkor az a meditáció egy vágyalapú meditáció. És ez a félszenderes állapot, ez az, hogy megtanultad a gondolataidat elcsendesíteni valamilyen technikával, de próbáld meg kikapcsolni ezt a technikát, és megint ott van a vitustánc és a dinoszaurusz csorda. Tehát vedd le a technikát erről, és próbáld meg a gondolatok gyökerét felfedezni. A mostani állapot olyan, mint amikor a fürdőszobában félig el tudtad zárni a csapot, csak akkor már csak így gyöngéden folyik, vagy csöpög. Tehát nem spriccel szét. De meg kell találni a lábszelepet, és az egész fürdőszobának a berendezés egy mozdulattal. És ez már a gondolatok forrása. Ez nem a jelenségekkel való törődés, hanem a jelenségek gyökerére való tapintás. Itt van a meditációnak a lényege. Miért? Ahogy a segítségre mondtam, itt is a technika az olyan, mint a segédkerék a gyerekbiciklién. Előbb-utóbb le kell róla venni. Az Zenben nagyon ritkán tanítottak technikát. Itt nyugaton ezt kikerekítettük, mert technika nélkül egyrészt tényleg eléggé el van anyátlanodva az ember, másrészt meg nagyon nagy igény van rá, hogy helyesen tegyük azt, amit. A Zenben eredetileg nincs technika. A meditáció eredetileg nem egy másik tudatállapot, hanem ez. Csak sokkal tisztában összeszedettebben. Tehát, ha meditálsz, akkor megütlek 30-szor. Ha nem meditálsz, akkor is. Jó? Tehát tedd félre a technikát, és mondjuk tedd fel azt a kérdést, neked ezt javaslom, hogy mi ez? Megjelennek a gondolatok, és teljesen éberen, tisztán felteszed, hogy mi ez, honnan jön. És akkor megint egy gondolat, megint egy réteg, megint, mint a fánál, hogyha az évgyűrűkön mész szépen befelé. És egyszer csak eljön a gyökér, ott már nincs évgyűrű. Csak az, hogy na innen. És azt nem tudod, hogy mi, mert az nem gondolat. Nem gondolható el. De annak az uralása uralja a gondolatokat. Ez a főcsap. Oké? Okay. Köszönöm. Nagyon szívesen. Nekem vannak bizonyos képességeim, amiket az elmúlt 30 évben próbáltam elnyomni, felhúzni a falakat, de az élet sokszor úgy hozta, hogy ezeket a falakat le kellett engedni. És igazából most, hogy teljesen leengedtem őket, elkezdtem ugye ezt megtapasztalni, mik ezek a képességek. Elkezdtem fejleszteni. Hozzá társult egyfajta kíváncsiság is. És a kérdésem ebből adódik igazából, hogy a kíváncsiság, amíg él, addig van még mit fejlődnöm, és addig nekem még kellene is fejlődnöm, vagy amikor már a kíváncsiság elhal,
vagy ne téveszem össze a kíváncsiságot a úgymond kabzsisággal, tehát ne akarjak mindent is tudni. Ezt honnan tudom, hogy elértem igazából azt a, mondhatjuk, szintet, amire igazából, hogyan mondjam, láttál olyan régi malmokat, ahol lóval hajtották meg a malomkövet? Ezt hívják nyomtató lónak is. Szépen ez a ló, ez így megy körbe, körbe, körbe. Kijárja a patáival azt a kört, amit éveken kereszt, és csak őrli, 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 aztán egyszer csak meghal. Hát ezért vigyázzunk a kíváncsisággal, mert a gondolatok, érzelmek, ismeretek körében csak körbe, körbe megyünk. Képességek ugyanez. Az igazi vertikalitás az, hogy rájössz, hogy ezt nem magadért hordozod. Rájössz, hogy ezt nem magadért teszed, vagy tudod. Abban a pillanatban van egy végpontja, a másik ember. Tehát akármilyen képességekről van szó, hétköznapiról vagy különlegesről, az igazi kérdés az, hogy miben segíthetek. És hogyha ezt a kérdést fölteszed, ez úgy gatyába rázza az összes karmát, összes képességet, összes kíváncsiságot, mint annak a rendje. Miben segíthetek? Ez azért fontos, mert ez énteleníti az egészet. És legyen az hétköznapi karma, vagy egy kicsikét cifrább, a legveszélyesebb az, hogyha az ember egy változtathatatlan identitást csinál belőle. Hogy ez én vagyok, én voltam, én leszek. Hát a változtathatatlan identitás az egoitás. A változó identitás a személyiség. A relatív karma az, amit a teremtésében és a teremtettségében egyaránt megismerünk, és helyesen tudunk használni, mert nem magunkért tesszük. Az abszolútnak vélt karma az, amiben az alfa és az omega én vagyok. Csak én. És magamért teszem. Magam képességéből, magam jövedelmére. Tehát igazi önvalunk az alfa és az omega, és nem az egoitásunk. Az, hogy egy abszolút értékű falat te kifejlesz magad és a világ közt pusztán önvédelemből, az előbb-utóbb hatalmas traumával, elkülönültséggel, magánnyal jár. Ha lebontod a falat, mi magad vagy, ez az önképed, akkor végtelenné válsz térben és időben, és ez az egyévválás, amiről az előbb beszéltem, bekövetkezik. Tehát nyugaton, a tudományon belül tapasztaltuk meg először a relativitást több mint 100 éve. A teljes relativitását a téridőnek és a benne lévő jelenségeknek. Keleten már több mint 2500 éve tudják, gyakorolják, hogy minden karma relatív, mert keletkezik, bizonyos körülmények között fönnmarad, és más körülmények között pedig eltűnik. Ha fel tudod ajánlani másnak, más hasznára ezt a karmát, bármilyen is legyen az, akkor segítetted őt a felébredés felé, ezáltal magadat is. Az úton való haladás nem képzelhető el mások segítése nélkül. A személyes megszabadulás az mindaddig illúzió, ameddig egy másik embert nem szolgál. Kívánom azt, hogy együtt gyakoroljuk a dharmát, lássuk meg karmánk öntermészet nélküliségét, tehát teremtettségét, érjük el a felébredést, és szabadítsunk meg minden lét a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!